Gondolom mindenki járt már Stormwind városában, akár még a hordás prédrek is a PvP miatt. Biztos van köztetek olyan is, aki járt már a temetőben is. De nézzetek már körbe egy picikét a sírköveknél. Ugyanis Tiffin Elerian Vryn emlékműve közelében az egyik sírkő referencia Nicholas Vayne Gabare nevű fiatalemberre. Sajnos 2012. október 11-én motorbaleset érte és elhunyt. Nicholas automotoripari képzés végzett, ennek köszönhetően mechanikus mesterként dolgozott a Momentum Volkswagen nevű cégnél Houstonban. De térjünk el egy kicsit bővebben az emlékműre. Nicholas főként PvE játékos volt, tehát imádott rédelni a Divide nevű paladinjával, amit Alliance oldalon húzott és a No Options nevű guild tagja volt. Továbbá részese volt még néhány guildnek, például The Coalition, Sanctuary, illetve az Age of Wisdom nevű guildnek. Amint említettem, emlékműve Stormwind csendes temetőben találta meg, amit az 5.4-es patchben, azaz Mists of Pandaria kiegészítőben hoztak létre. Tehát ezt a úri még nem látható, azonban a következő kiegészítőben már meg lehet látogatni. A számtalan sírkövek között az övé az egyik legkisebb, azonban az egeret a kő fölé helyezve megjelenik az a fogaskerék ikon, amire ha rákattintotok, akkor egy átlátszó paladin jelenik meg, tehát ilyen shadow effektben, aki általában a következő kérdéseket teszi fel nektek. Ismersz valami jó viccet? Láttad a bajtársaim? Továbbá ezután az emótok után egy farewell emóttal köszön el, és egy puff kiáltást követően a füstben eltűnik a karakterje. Amikor a Blizzard belerakta a Garrisont a játékba, és ezzel együtt ugye a followereket is, úgy döntött, hogy Nicholas Divide paladinját itt is létrehozza. Tehát, hogyha valaki játszott Warlords of Draenor kiegészítővel, akkor lehetséges, hogy találkozott Nicholas Divide paladinjával. Ennyi is lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett, illetve nagyon sokan írtatok, hogy már hiányoznak az ilyen stílusú videók, szóval igyekszem minél többet készíteni ezekből. Továbbá elég érdekes a számomra, hogy egy ilyen játékban, mint a World of Warcraft, ennyi emlékműben, hogy tényleg nem tudom, mikor fogok ezeknek a végére érni, de hihetetlen, hogy tényleg ennyire összekötő a Blizzard a valóságot a játékkal, és ezért is van az, hogy a WoW oké, hogy egy MMORPG, de tényleg az ilyen apróságai miatt ennyire kiemelkedő játék. Én Cresszer voltam, találkozok a következő videóban, sziasztok!